Sziasztok, jó napot kívánok, egy Swarovski kristályokkal kirakott gyönyörű oroszlán itt előttünk, és nem csak ez itt más ezen a Peugeot, hanem egyéb más is, úgyhogy mindjárt meg is nézzük közelebbről. 2.19.3.45 az óraállásunk, 1.6 benzines a kis autónk, 110 lóerős, kényelmesen, könnyedén, gyorsan indul, vadonnak új akkumulátor van a kis autónkban, szépen vesző a Fordot, és mint ahogy látszik, minden kialudt benne, tehát minden az autóval rendben van. Teljes kopásmentes belsőt állapítok meg, remélhetőleg mindenki ugyanezt fogja tenni. Az autónkban van egy jó kis zene, ami itt a hátuljában még megtekinthető majd. Nagyon jó a klímánk, azt most teszteltem éppen, gyönyörű a bőr belső. Itt van velünk Feri, Peti és Concerto, akik ki sem akarnak szállni, hát mert reggel óta itt ülnek benne, úgyhogy lehet, hogy itt is fognak aludni. Én azért tovább lépvén elmondanám, hogy nagyon-nagyon sok légzsák van benne. Az a sok, egy Peugeotban az legalább 6 darab, hiszen van itt ugye oldal légzsákunk is, és van ott fejnél fönt is légzsák. Aztán állítható az ülés, a kormány, magasság, illetve tükrök, ablakok, elektromosak ebben a kis szerkezetben. Hátul könyöktámasz, és itt is fantasztikusan szép a gyönyörű bőr belső, nem nagyon használta különben. Kisebb vagyon volt ennek az autónak az optikai része, amiben beleturkáltak. Gyönyörű szépek rajta ezek a oldalsó, hátsó, illetve a lámpái és a kipufogó. Tehát tényleg egy nagyon szép összképe van a kis autónak, úgyhogy remélhetőleg szerintem és biztos, hogy benne csak ez egy darab létezik ebből az autóból. Itt a zenéjét mutatom, hogy azért egy elég komoly technológiát beleépítettek ide a hátsó részébe, tehát az is éppenséggel ugye kellemes lehet utazás közben. Fantasztikusak ezek a fekete alufelnik rajta, ami még szintén ugye feldobják ezt a kis autót. Elmondhatom nyugodtan, hogy szinte újabb fék is alatta. Az üvegezése tökéletes, és nem tudom, mi látszik belőle, de majd személyesen itt biztosan jobban látszik. Csodálatos ez a gyönyörű gyöngyház fehér metál fényezése az autónak. Aztán ide, ha belenézünk, amit mondottam, vadonnat új az akkumulátor benne, és hát ez teljesen tökéletesen és normálisan szépen jár benne ez a 110 lóerős benzinmotor. Tulajdonképpen szerintem egyebet nem kéne mondanom róla, itt személyesen meg lehet győződni mindarról, amit elmondtam, úgyhogy várjuk az érdeklődőket, a viszontlátásra, sziasztok!